Sziasztok, izomvadászok, és üdv az új videóban! Ma beszélünk az otthon edzés előnyeiről. Szóval az otthon edzés előnyei. A mai videó inkább azoknak van, akik talán gondolkoznak rajta, hogy elkezdenek edzeni, és nem tudják még, hogy jobb-e teremben vagy otthon. Én magam is, amikor kezdtem az edzést jó pár éve, akkor én is otthoni edzésekkel kezdtem. Egyszerűen, mert még nem is mertem volna terembe menni, de tegyük hozzá, hogy még túl fiatal is voltam ahhoz. De már amikor nem voltam túl fiatal hozzá, úgy döntöttem, hogy én most mindenképp teremben szeretném folytatni az edzéseimet, nem már csak otthon csinálni, és megértem, hogy ez az elején egy nagyon ijesztő lépés tud lenni, és hogy sok embernek ez egyszerűen ijesztő bemenni a terembe, és belegondolni, hogy jó, mostantól itt edzek. Olyan érzés, mintha mi lennénk a központ, mintha mindenki minket nézne, és talán olyan gondolatok jönnek, hogy van, mit gondolnak rólunk, hú, nagyon gáz, vagy talán szégyeljük magunkat, mert nem olyan durva még a testünk, mint mindenki másnak a teremben. Tehát mindenképp egy nagy előny az otthoni edzésnél az, hogy nincsenek ott mások, nincs, aki figyel minket, nincs, aki néz minket. Most arról nem is nagyon szeretnék beszélni, hogy ez igazából nem így van, tehát hogyha én például látok egy kezdőt, vagy egy túlsúlyos embert a teremben, akkor nem rossz gondolataim vannak felé, hanem inkább tisztelem az ilyen embereket, de erről már nincs szó. Ma az otthon edzés előnyeiről beszélünk. Tehát mindenképp egy nagyon nagy előny az, hogy otthon egyedül vagyunk, és tudjuk csinálni a dolgunkat, anélkül, hogy bármi más ember miatt történne. Ez olyan szempontból fontos, főleg kezdőknek, hogy jobban tudunk maga a gyakorlatra koncentrálni, és így kevésbé baleset veszélyes. Hogyha végig azt érezzük, hogy valaki épp bámul, valaki épp néz, akkor lehet, hogy agyilag nem vagyunk teljesen a gyakorlatnál, és ezért ez az otthoni edzés egy nagy előny, hogy tudunk teljesen magunkra fókuszálni. Ezzel sokkal jobban tudjuk kiépíteni az önbizalmunkat, mert egyszerűen megérthető, hogy az elején még nincs az az önbizalom, hogy most bemegyünk a terembe, itt vagyok, bam. Most nyilván nem azt mondom, hogy ez mindenkire vonatkozik. Biztosan vannak olyan emberek, akik úgy döntenek, hogy most elkezdenek edzeni, és rögtön terembe mennek, akkor is, hogyha túlsúlyosak, vagy nagyon vékonyak, őket nem érdekli, hogy ki nézi őket, vagy mi, meg talán nem is gondolkoznak rajta, de szerintem az emberek többsége inkább kicsit kellemetlenül érzi magát az elején. Még egy nagy előny az, és az most mindenkinek szól, nem csak kezdőknek, az, hogy akkor is, hogyha már évek óta teremben edzettünk, otthon most teljesen új dolgokat tudunk kipróbálni, talán új ismétlés szakaszt adunk a testünknek, és tudunk végre újra kicsit más irányba fejlődni, és nem mindig csak így a saját éveken át megszokott edzésünket csinálni, hanem tényleg új dolgokat kipróbálni, mert ez az igazából, ami kell a testünknek, hogy tudjunk tovább és tovább fejlődni. Tehát mondhatjuk, hogy aki már régebb óta edz, annak egyszerűen behoz változatosságot, és így valószínűleg újabb fejlődést, és a kezdőknek egyszerűen nagyon jó alapot hoz az otthon edzés. Egy nagyon nagy előnye az otthon edzésnek egyszerűen az, hogy nagyon sok időt tudunk spórolni vele, mert nem nagyon kell készülnünk az edzéshez, nem nagyon kell utaznunk valahova, hanem egyszerűen otthon vagyunk, és mehet az edzés, kész. Nem kell bizonyos szerződéseket vagy szabályokat betartani, mint hogy mindenképp kell törölköző, vagy mindenképp kell cipő. Hogyha zokniban akarsz edzeni, akkor azt csinálod, hogyha mezítláb akarsz edzeni, azt csinálod. Tehát az otthoni edzéssel egyszerűen sokkal szabadabb vagy, és nagyon sok időt spórolhatsz. Ismerek embereket, akik legalább fél órát utaznak terembe, majd még vissza, tehát ezzel most már egy órát spóroltak, ezt az egy órát lehet például meal prepelésbe, tehát kajakészítésbe fektetni, és akkor ez a kifogás sem létezhet már, hogy nincs időm egészséges kaját készíteni. Ez azért nagyon fontos, mert ugye a táplálkozás legalább ugyanolyan fontos, mint maga az edzés. De akkor is, hogyha nem is a táplálkozásra figyelünk most, hanem csak az edzésről beszélünk, akkor ismerek sok olyan embert is, aki mondja, hogy nincs időm edzeni, otthoni edzést bármikor lehet csinálni. Akkor is, hogyha csak fél óra és heti háromszor, azzal már sokkal többet tudsz elérni, mint hogy használod a kifogást, hogy nincs időd. Tehát az otthoni edzés egyszerűen mindenkinek beleépíthető a napjaiba. Ha eddig gondolkoztál rajta, hogy elkezdj edzeni, de még nem találtad meg a motivációt hozzá, és talán nem mersz terembe menni, akkor kezd el otthoni edzéssel, most van itt a pillanatod. Senki nem fogja helyetted csinálni, hogyha akarsz valamit, neked kell megtenned, úgyhogy kezdj el
edzeni. Lényegében mondhatjuk, hogy az otthoni edzéssel egyszerűen sokkal flexibilisebbek vagyunk, de ez közben egy hátrány is lehet, de erről majd lesz egy külön videó. Köszönöm, hogy itt voltál, iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő videóról. Találkozunk ott. Na csá!